Egyetemünk támogatásával a fogyasztóvédelmi percek kampányzáróján. Kampányzáróhoz érkeztünk. 4 hónapon át tartó projekt célja az volt, hogy a diákok minél szélesebb köréhez eljussanak a fogyasztóvédelmi ismeretek. Iskolánk mind a 17 osztálya, szinte minden tanulója valamilyen formában bekapcsolódott a programba. Napjainkban egyre többet fogyasztunk, termékeket vásárolunk, szolgáltatósokat veszünk igénybe, szerződéseket kötünk, e folyamat az internet térnyerésével és egyre jobb válaszolni panaszunkra, van-e erre valamilyen határidő, stb. Ezek egyszerű kérdéseknek tűnhetnek, de korábban sem biztos, hogy magabiztos választ tudunk ezekre adni. Főleg akkor, ha a vállalkozások sincsenek tisztában azzal, hogy a vásárlóval szemben milyen kötelezettségei vannak. A fő cél az volt, hogy változtassunk ezen, s fiataljaink a jövőben tudatosan lépjenek fel a magabiztos világba, és álljanak ki jogaik védelmében. Ezeket osztályfőnöki óra keretében feldolgozták az osztályok. A 4. A osztálya a termék bemutató témakörét, 4. B általános fogyasztóvédelmi tudnivalóikkal ismerkedtek meg, 5. A Quattro Mobilibe jár, azt kudakolta, hogyan működik mindez a gyakorlatban. 5. B légi utas jogokkal foglalkoztak, 6. A jótállás szabatosság kérdését boncolgatták, 6. B tisztességtelen kereskedelmi gyakorlati reklámok témakörét boncolgatták, 7. A és 7. B utazás témakörrel foglalkozott, 8. A közüzemi szolgáltatásokkal, 8. B internetes vásárlással. Köszönetünket fejezzük ki ezen osztályok osztályfőnökeinek, hogy feldolgozták az adott témákat a tanulókkal. Reméljük, hogy a megszerzett ismeretek maradandóak maradtak. A 8. osztályból 6 leány, 3 páros, Gelencsér Réka, Kücsön Nóra, Balva Laura, Horváth Vivien és Gelencsér Virág, Kálmán Dóra ötletes PowerPoint-os prezentációt készítettek.